mai naptól egy 6-7-es cikluson keresztül szeretném a fölső mellett elkülöníteni, és az első oldalsó vállal együtt edzeni, ugyanis úgy szükséget látom ennek, hogy a fölső részét egy picit teltebbé, tömöttebbé tegyem, úgyhogy az általam kedvelt és igen bevált gyakorlatokat fogom elsősorban alkalmazni, úgy mint az egykezes 30 fokos nyomást. Ezzel fogom kezdeni. A bemelegítést azt mindig 20 ismétléses sorozattal kezdem, majd azt követően van egy átvezető sorozat, amikor még nem maximális súllyal, hanem egy közepesen nehéz súllyal hajtok végre 12 ismétlést, és ezt követően kezdődnek az úgynevezett munka sorozatok, amelyek mindegyike már-már maximális. Tudni kell, hogy a mellizmom sokáig a leggyengébb izomcsoportjaim közé tartozott. Ma sem vagyok még maximálisan megelégedve vele, de tulajdonképpen mondhatom, hogy sokat fejlődött az elmúlt időkben, és ezt én annak tulajdonítom, hogy már nem a fekvenyomással kezdem az edzéseimet, hanem inkább egykezes kézis húzós nyomással kezdtem, és azt követően tértem át a rudra, sokkal jobban durrant, és sokkal jobban éreztem magát, a mellizmot. Tulajdonképpen ezt a gyakorlatot azért szeretem, sokkal nagyobb mozgástartományt tesz lehetővé, mint a rúddal végzett gyakorlatok. Tulajdonképpen mélyebben be tudom engedni, jobban megnyúlik a mellizom, azon még ügyelni kell arra, amit sokan elkövetnek, hogy hirtelen engedik le, és megrántják a vállukat, megrántják a mellizmukat, ami előbb-utóbb vagy izomhúzódáshoz, sérüléshez vezet, vagy a váll inszalagjainak túlnyúlásához. Hát semmiképpen nem ajánlom a helytelen végrehajtást. Másik, hogy a mellkast végig fölfüggesztve, kifeszítve, mint egy pulyka célszerű gyakorlatot végezve, és a mellizomból végrehajtani a mozgást. Tehát a mellizom összehúzódásából eredően jöjjön létre a mozdulat, és ne a mozdulat végrehajtásából eredően próbáljuk a mellizmot összehúzni.